Hali mindenkinek, Káter vagyok. És ahogy a címből is kiderül, most az anime vájnok és crackek kerülnek terítékre. A YouTube-on töménytelen mennyiségben lehet ilyen videókat találni. Egyes csatornák kifejezetten az ilyen videók gyártására szakosodnak, és vannak, amik hetente több alkalommal is készterméket adnak ki a kezük közül. De mielőtt elkezdeném magyarázni, hogy miért is jók ezek a videók, és miért fogyasztják őket ilyen írtózatos mennyiségben, még előtte a gyengepek kedvéért, illetve akarom mondani, azok kedvéért, akik nem feltétlenül tudják, miről pofázom éppen, bemutatom, hogy mik is ezek a videók. Na lássuk! Hát, ha anime vájnt nem is, de rendes vájnt valószínű, hogy majdnem mindenki látott már. Ezek azok a videók az interneten, amik összegyűjtik az emberi hülyeség legnagyobb vívmányait, és levetítik elénk a retardát, Darwin-díjra már régóta megérett személyek legújabb cselekedeteivel együtt. A vájnok összegyűjtik a legviccesebb baromságokat, és jó esetben rövid részletekben adagolva, nehogy megunjuk, mutatják meg őket nekünk. Egyetlen céljuk ezeknek a videóknak a szórakoztatás. Az anime vájnok, mi meglepő, nagyon hasonlóak ehhez. Ezen művek készítői random animékből keresik ki a legviccesebb jeleneteket, és ezeket vágják össze egy videóvá. Ez az alap, de nem csak ebből áll. Gyakori eset, hogy egy jelenet alá, ha odaillik, akkor beillesztenek egy ismert zeneszámot vagy filmjelenetet. This is madness! Madness. This is Sparta! Surprise, motherfucker! Illetve különböző animék jeleneteit vágják úgy egymás után, mintha egymásból következnének. Ezek tehát az úgynevezett anime vájnok. És akkor mi az a crack? Nem, nem az a crack. Anime crack. Nehogy rosszra merészeljék gondolni. Mi lett ezzel a világgal? Az igazat megvalva, az anime crack ugyanaz, mint az anime vine. A különbség a kettő között az, hogy a crack alatt csak egy animéből vannak jelenetek kiragadva, még a vine alatt tetszőleges mennyiségű. Mondjuk, hogyha barangolunk a YouTube-on, akkor találhatunk olyan videókat, amik nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, de ezt szokták volt mondani, a kivétel erősíti a szabályt. Attól még, hogy vannak olyanok, amik eltérnek a magyarázattól, ha megnézzük, akkor ez az általános. Remek! Sikerült körülírni, hogy mi is az az anime vine, illetve anime crack. Akkor térjünk rá a témára. Mégis miért jó ezeket a videókat nézni? Mert szórakoztató. Na jó, ezen felül. Tulajdonképpen a vine-ok a létező legjobb anime ajánlók. Bár igaz, minden amit látsz spoiler, ha nem ismered az animét, de ez lényegtelen, mert nem látsz bele annyira a történetbe, hogy hatása legyen, ha elkezded nézni az eredetit. Viszont, mivel csak a legpoénosabb részeket látod, ezért remek kedv csinálóként funkcionál. Előnye egy ismertetővel szemben az is, hogy kapsz egy kis ízelítőt a látványvilágból. Egy ajánlóban, amit olvasol, általában csak az első esetenként az első két rész történetéről kapsz egy rövid összefoglalót, illetve az anime világáról egy kis leírást. Van, hogy említik a látványvilágot, de teljesen másra előtted van, és el tudod dönteni, hogy megnéznéd-e vagy sem. Mert azért, ha az ember meg akar nézni valamit, akkor lényeges kritériumnak számít, hogy függetlenül mindentől tetszik-e neki az, amit lát. Ha meg már eldöntötted, hogy meg szeretnéd nézni az XY animét, de még fel szeretnéd magad spanolni egy kicsit, mielőtt megnéznéd, akkor meg át lehet térni az anime trackekre, amiből szintén annyi van, mint égen a csillag. Elég csak beírni az anime nevét, utána, hogy on crack, és nagy valószínűséggel lesz találat. A crackekkel igazából már annyiban lehet baj, hogy több mindenről szerezhetsz tudomást, mint szeretnél. Bár ez tényleg ritka eset, és szerintem nem olyan nagy probléma az, hogy pár point előre lelőnek. Megjegyezném mondjuk még azt, hogy létezik magyar vine, bár nem vine-nak nevezik. Amikor az első része kikerült, akkor még ez a fogalom nem volt elterjedt, ezért jobb hiány AMV válogatásként van megnevezve. Aki a körülírásból nem jött rá, annak elmondom, hogy a magyar AMV rettenetről beszélek, amit animekonokon szoktak bemutatni, és amit csak ajánlani tudok. Mondjuk érdemesebb az újabbakat megnézni, mert azok valamivel jobban sikerültek, szerintem. De mindenki eldöntheti magának, miután megnézett pára.
Ebben a témában most ennyit szerettem volna csak közölni. Köszönöm szépen, ha végignézted. Kérdésed, illetve hozzáfűzni valót kapcsán, fordulj a komment szekcióhoz. A privát üzeneteket azonban a leírásban található e-mail címen fogadom. Én Káter voltam, a következő videóig pedig a viszontlátásra, a viszonthallásra. Drop it.